Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ebből az alkalomból minden évben meghívást kapnak a faluban élő idősek, és a találkozás élményén túl műsorral is kedveskednek nekik. Az önkormányzat minden évben köszönti a falu legidősebb női és férfi lakóját. Az idősek világnapját ünnepeljük a mai napon, és hát a gyermekekkel szeretnénk kedveskedni az időseknek, elsősorban gyermekműsorokkal készültünk, iskola és óvodai gyermekek fognak szerepelni, valamint vendégfellépőt hívtunk még, és hát természetesen egy kis apró pogácsával, kis ajándékkal készültünk az időseknek a mai napon. Isten eltesse őket sokáig. A településünk legidősebb emberre Gerendai Jánosné, Isten éltesse, nem régen töltötte a 95. születésnapját. Sajnos a mai napon ő nem lesz itt velünk, a bár nagyon jó egészségnek örvend, úgyhogy köszöntöm minden is nagy szeretettel. A településünk legidősebb férfia, Bokor János, a Verusról, akiket bízunk benne, hogy el fog tudni jönni, és itt tud velünk ünnepelni. Engedjék meg, hogy az idősek világnapja alkalmából mindenkit nagy szeretettel köszöntsek, Isten éltesse minnyájukat nagyon sokáig. Jó egészséget szeretnék kívánni minnyájuknak, és közös, hosszú éveket, és hogy szóval találkozunk még itt nagyon sokat, ezt kívánom minnyájunknak. Hogyha önökre gondolunk, akkor első körben a bölcsesség szól jut az eszünkbe. Éppen ezért egy olyan mesejátékot, egy olyan történetet hoztunk el önöknek, amivel reméljük, hogy egy kis vidámságot és jókedvet is tudunk hozni, még fokozni a hangulatot. A bölcs pásztor fiú meséjét láthatják akkor a gyerekek előadásában. Fogadják sok szeretettel! Nagyon szeretek ide jönni, meg szeretem a társaságot, de el kell fogadnom sajnos, hogy én most már 73 éves vagyok. Míg aktívan részt veszek mindig, mindenhol. Nagyon szeretem az embereket, ahol tudok, segítek nekik mindig. 2006 óta, mióta a polgármesterünk, ő polgármester, a Rauf Norbert, én azóta képviselő vagyok, együtt indultunk vele, és nagyon jó kis csapatunk van, vagy volt, már ugye én most már leköszönő vagyok, én most már nem veszek részt a testületi üléseken. Az első időszakunk az nagyon nehéz volt az első 4 évünk, de utána szépen összecsiszolódott a csapat, nagyon jó csapatmunkát végeztünk, mindig tiszteltük, szerettük egymást, mindenben segítettünk. Épp úgy, ahogy a mai napig is. Én 1951. augusztus 5-én születtem, születésem óta itt élek. Itt jártam iskolába, a középiskolám a Dunói városba végeztem el. Nagyon, hogy mi a legjobb élményem arra? Hát én az iskolás évekre gondolok inkább vissza. Imádtam iskolába jártam, imádtam a sportot, mindig ilyen izgő-mozgó ember voltam, nem szerettem úgy, ahogy a mai napig nem szeretek leülni, mert nem érzem jól magam. 73 évesen eljárok napszámba dolgozni, gyümölcsöt válogatni, hűtőházba, Dunaföldvárra. Nem szeretek otthon egyedül lenni, sajnos a férjem meghalt már 8 éve, és eljárok még mindig dolgozni. Az ünnepség keretén belül külön köszöntötték azt a hölgyet és urat, aki a jelenlévők közül a legmagasabb kort töltötte be. Ez a kor nekem mondjuk nehéz, mert egyre sok betegségem van, de azért nem hagyom el magamat. Meg lehet nézni az udvaromat még idáig. Nagyon szép, virágos
elég szép, már kaptam érte díjat is, ugye? De hát, hogy meddig bírom csinálni, azt nem tudom. Kevés ismerős van már, mert nagyon kicserélődtek itt az emberek, de azért is jöttem el legjobban, hogy lássam még egyszer. Hát, többet nem látom őket. Kisztem Miklóson lakom, 60 óta, és most, hogy jövök másodszor, így 87. évemet kiprom, szeptemberben töltöttem a 86-ot, vasműben dolgoztam, mindarú kötöző, 4 gyereket neveltem, jó érzés, hogy a Norbi ilyen polgármester úr, nagyon jó, örülök is neki. Most jöttem el másodszor, de ha megérem még, akkor eljövök jövőre is. Feleségem idevaló volt. Aztán bent laktam egy évig a városba, de egyedül voltam, mert mindig jött ide Kisztem Miklósra. Aztán én is kijöttem ide Kisztem Miklósra lakni, hogy a feleségem 58 évet töltöttünk itt el. Csöndes, nyugodt, mert olyan helyen lakok, erdő mellett, és a jó illat, akácfa, minden, és csöndes. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat!